szerintem annál fontosabbak. Azért az Andor sorozatot, azt tudom, hogy a Star Wars az nem, Józsefnek, de ugye esetleg Istvánnak. Abszolút surface levelben vagyok, de a fontosabb dolgok megvannak, meg azért megnéztem a lény epizódokat, de a sorozatok végül is azok nekem kimaradtak, tehát hogy pont ebből a sorozatból amennyit csináltam, sajnos csak annyit tudok, mert Disney Plus-on sincs. Úgyhogy... Igen. Bárcsak az SDI adna nekünk ingyenek countot. Józsefről pedig azt tudom, hogy a Zsivány egyes, hogyha azt mondom, a Zsivány egyesben ugyanennek a karakternek az előzetesben ennek a karakternek adta a hangulat, aztán végül nem teszünk az által a filmben, nem tudom, hogy vannak-e bármi emlékeik a Zsivány egyes kapcsán, nem baj. És akkor az Andor sorozat. Én ezt mondtam előzetesen, minden kedves rajongótól mélységes elnézést kérek. Nekem, és ez nem tudott, tehát nem semmilyen megfontolásból, vagy nem ideológiai okoknál fogva, hanem egyszerűen én az az embertípus vagyok, akinek az életéből ez kimaradt. De ez nem tudatos elhatározás kérdése volt, hanem egyszerűen a mai napig nem tudom, hogy ez miért. Hogy ez tudtam róla természetesen, tudok róla, nagy vonalakban ismerem a sztorit vagy a figurákat, de én nem váltam a rajongók táborának tagjává, hogy ilyen szép körmondatban fogalmazzak, de a tiszteletem és a szeretetem az természetesen megvan. Visszatérve azt sem tudom, miről beszélsz, mert ugye nekünk ez munka. Tehát amikor azt mondják, hogy mit mondtál, hogy a vas, vagy milyen? A Zsivány egyes. Nem úgy hívnak előzetesre, hogy Zsivány egyes, és akkor mindent tudok róla, hanem van egy munka, elsősorban azért, mert a Forrest mitát jelent. Így van. Na, tehát engem a figurára, a szereplőre hívnak, és én azt megcsinálom, sokszor halvány tűztom nincs, hogy most ez éppen melyik filmben. Szövegkörnyezetből, vagy a képi világból, vagy a karakterekből kiderül, vagy azért ott persze megsúgják, bár a Star Wars is egy olyan kievett produkciója, ki játja a Star Wars-t? Az ugye az a Lucas film. A Disney és a Lucas film. Ja, tehát ezek a nagy stúdiók már úgy féltik a kópiáikat, hogy olyan titoktartás övezi, hogy még a szinkron stúdióban is például, ahol a Star Wars készült, oda nem volt kiírva, hogy mi a produkció neve, csak az van kiírva, hogy a rendező, meg a hangmérnök, és ki van három X-el, hogy ott valami készül. De hogy az micsoda, az csak azt tudja, aki meghívást kap arra, hogy oda menjen a bosszúba. Csak egy karakterleírás sem adtak ehhez a karakterhez. Minden karakterhez több oldalas leírás van, annak, aki oda bejut. Tehát akit casting, vagy szereplőre hívnak, mint hogy ő. De szerintem a Vitaker is, hiába csináltam már egy pár szót, nem csak én csinálom, hiszen szegény Tobi Vesztesi Karcsi sokat csinálta a Karcsi belső sorban. Tehát mi csináltunk jó párat, de tehát akkor is volt casting. Engem választottak erre a kis micsodára, a karakterre, de amit nagyon élveztem egyébként, mert nekem meg kihívás volt egyrészt, mert Vitaker, akit nagyon szeretek. Erre a szinkronizásra azért emlékszel? A nevemre nem emlékszem, de persze arra, egyszer, persze. Azért is emlékszem, mert mondom még egyszer, mert kihívás. Mert egy kicsit más, mint amit tőlem megszoktak, meg a Vitakert azt mindig jól csinálják. Nagyon sajnálom, szeretjük volna megmutatni azt, hogy mennyire rá tudtad mondani a színésznek a hangjára, vagy a szájmozgására az ő szövegét, az az igazság, én azt írtam meg. Te drága, hát erről szól a szinkron. Igen. Ebben belesítettem rendesen. Ez még az a neve. Tehát, hogy arról szól az ötös munka gyümölcse, a rendező, a hangmérnök és a színész, azért ők néha, tehát nem, te a végterméket látod, ami azt jelenti, hogy a színész, a hangmérnök és a rendező jól dolgozott, meg a vágó. Úgy értem, hogy el tudom képzelni, hogy szinte te is magad a te arcod is színészkedik. Nem csak a hangoddal, hanem hogy annyira beleéled magad
De erre nagyon ráéreztél erre a szinkronra, ez így működik. Hát, ha valaki jól csinálja, akkor nem lehet másképp. Tehát nem lehet egy hírolvasó bemondótól nem várom el, hogy közben azt mondja, hogy és holnap mit csinál a édes pofákkal, nem a lárpullára, hogy mennyit csinál ilyen mindig, de azt már hirtelen akartam mondani, a bolond. Nem, a galla. A gallának volt, amikor a riporter jött, és hol a galon csúnya idől az. De aztán kisüt a nap. Hát így nem beszélhet a... Ezzel szemben, hogyha az filmet színészt szinkronizálunk, hát akkor nyilvánvalóan nekem az a dolgom, hogy menjek azzal a színésszel. Mennyire fárasztanak? Most mind a kettőtök fölkérdezem. Hát már az élet maga nagyon fárasztó. Olyan lehetőségek hangzanak el. Na, mit szólsz? Hát lassan a könyvben is megjelenik. Na, szóval, hogy persze, minél bonyolultabb egy figura egy filmen belül az eredeti filmalkotás, annál nehezebb. De az a jó, egyre inkább ez a kihívás. Tehát az, hogy oda menni és egy ilyen zsékategóriás... Ez már úgy nincs olyan kedve az embernek. Ezek a kihívások, amikor meg kell dolgozni azért a figuráért, de ne csak én beszélni. Igen, el tudsz fáradni, de ez csak egy mentális fáradtság lesz, ami egy kicsit más. Tehát sokszor azt kapjuk, hogy jaj, milyen könnyű a munkát, hogy ti csak beszéltek. Ez a standard. Ez a standard. Igen, de azért odaállítani pár embert, próbáljuk ki. Iszonyú fáradt tudsz lenni, most ha megcsinálsz 8 epizód spongyabobot, majd utána még elmész, nem éppen. Akartam emberi spongyabobot. A másik az, hogy most ne úgy képzeljétek el ezt, hogy mi egy nap egy dolgot csinálunk. Nagyon szép lenne, de sajnos ez nem így van, hanem tényleg tudathasadásunk van. Egyik pillanatban megcsinálom Nemiket, majd 10-re megyek spongyabobozni, majd mondjuk délután 3-ra csinálok egy nagy néger kosaras, tehát így tényleg széles a skála, és akkor a nap végén tényleg azt akarod, hogy jó, se kép, se hang, én kikészültem. De nagyon szeretjük ezt a dolgot, ezt szerintem csak szerelemből lehet csinálni, és tényleg szerintem az sokat számít, hogy úgy csináljuk a dolgot, hogy szeretjük. Igen, kihívásokról beszéltél, mi volt még? Bocsánat, a saját fejedben melyik hangon szólalsz meg? Nem tudom. Nem azt mondom, hogy most tényleg valami rajzfilmfigura hangon szólaltam meg, csak valamivel eltért az eredetitől, de ennyi. Tehát hogy annyira nem feltűnő, szerintem ez csak azoknak tűnik fel, akik velünk élnek. Nem, az jutott eszembe, hogy igen, de szerintem a hétköznapi életben is így van. Én misztifikálni se szeretem a mi szakmánkat, de az kétségtelen, hogy azért nem annyira egyszerű, mint ahogy esetleg néha gondolják, ahogy az Isten is mondta, hogy persze, hogy valami ezt tudja, hát igen, csak azért azt szoktam mondani, hogy a szájnyitástól szájcsukásig tart ugye a mi munkánk a szinkron, de hogy az a szájnyitástól szájcsukásig én mit csinálok, azért az nem mindegy. Tehát az lehet így is, meg úgy is. Egyébként meg amit mondta az, hogy most milyen hangról szólal meg, a hétköznapi életben is, hogyha a munkahelyeden csesztetnek és feszült vagy, akkor ezt a feszültséget értelemszerűen jó esetben le tudod vetkőzni, amíg hazaérsz útközben, de az esetek túlnyomó többségében ez nem fog sikerülni. Tehát közben emészted magad, hogy a rohadt életben, hogy az miért rágja a májamat, és ezzel te hazamész, és akivel együtt élsz, az előbb-utóbb megkapja, hogy hagyjál már, tudod, mert a Marcsika vagy a Béla csesztette az életedet egész nap.
Tehát ez nyilvánvalóan a civil is ugyanúgy hazaviszi, mint a színész, de egyébként ez nem csak a színpadban, ez színházon is így van. Tehát azért az, hogyha valaki olyan szerepet játszik, akkor értelemszerűen az így megy tovább. Tehát nem úgy van, hogy függőn legy a görbük és vége, akkor azt még azért az ember úgy viszi. Nem olyan, hogy felakasztod a kabátot, és akkor kész. Felakasztod a kabátot, de közben, hogyha jól csinálod a dolgodat, akkor az a lelkedben ott van még. A szinkron stúdióban még mi számít csesztetésnek? Újra még egyszer, vagy így, meg úgy? Mindenféle, tehát az is van, meg az, hogy a kihívás a szerep. Tehát vagy azért kihívás, mert most, hogy így akkor most így szerepeket mondhatnánk, hogy amit mondott a spondja volt, vagy itt a fotó, mondjuk a Peter Griffin, tehát hogy a benem áll a szája is, vagy egy-két zsinkeri, hogy egy mondaton belül sír, röhög, hisztériázni, vagy egy kedves pufi barátom, aki még ráadásul tele okádja az egész szobán. Tehát azért vannak kihívások, de az is kihívás, meg az, hogyha olyan is van persze, hogyha nem, a rendező úgy érzi, hogy nem pontosan azt csinálom, amit a figura, vagy amit szeretne, és akkor bizony azt mondja, hogy még egyszer, még minden nem vagyok. De semmi személyeskedés, csak a szakmai oldal. Hát nézd, ha már személyeskedés, az már régen rossz. Akkor az olyan is előfordul, de akkor oda valószínűleg már legközelebb, ha hívnak, akkor nem szívesen megyek, mert akkor az már nem a munkáról szól, hanem valami személyes. Igen, tehát én ezzel mindig úgy voltam, hogy ez az egész egy csapatmunka. A rendező, hangmérnök és a magyar hang. Olyan konfliktusok lehetnek, hogy én más látok ott a képen, mint a rendező. Ő úgy gondolja, hogy nyisd ki jobban a szádat. Én úgy látom, hogy ez a színész motyog. Vannak ilyen kisebb nézeteltérések, és akkor ebből próbáltok egy köztes dolgot létrehozni, illetve a hangmérnök is beleszólt a technikai részébe, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, akár játszom a kompresszorral, ez nem lesz elég hangos. És akkor utána meg a rendező azt mondja, hogy de művészileg ez így lenne jó, és vannak ilyenek, de hát most... Igen, én ennyit tudnék még hozzátenni azokhoz, amiket elmondtál. Azt mondja, hogy nem szólok semmi, a magyar változat munkatársai vagyunk, ha te itt ő a rendező, tehát akkor ez ő, neki van arról papírja, hogy őt úgy fogják kiírni, hogy ő rendezte a filmet, tehát akkor ez az ő felelőssége. Nekem is sokszor van ilyen, hogy én is úgy érzem, hogy más, nem, vagy több, vagy kevesebb a figura, amit látok, és akkor megpróbálok vele jönni, és akkor hát ebből van a téma, hogy mindjárt. Focva a kihívásokról, meg a szerepekről, hogy milyen előkészületek kellenek egy ilyen kihíváshoz? Hát általában egy-egy szerep, ugye van egy 3 hetes tanfolyam, néha főzős, meg ilyen 2 tanfolyam, semmi. De jó, de már ez is kicsit a misztériuma ennek a szintrotnak, sajnos. Ha már most így együtt vagyunk, akkor amikor én kezdtem, még a Pannoniában egy darab szinkron stúdió volt, meg illetve a tévében, tehát így 2. Akkor még mindenre volt időm. Akkor egy nagy filmen, egy ilyen filmen, mint egy Star Wars, hát ezt 3 hétig, egy hónapig vettek. És akkor egy ilyen nagy filmet a főszereplőknek például előzetesen volt egy színészvetítés, amikor teljesen logikus egyébként, hogy akkor például a színész bejött, a főszereplők bejöttek egy vetítőbe, és megnézték a filmet egy szinkrontolváccsal, hogy értsék is, hogy miről van szó, és akkor az egész filmet látták maguk előtt egyszer, és tudták, hogyha később a jelenetről jelenetre megyünk, hogy az a nagy egészben hogy mit jelent, hol foglal, tehát milyen funkciót tölt be a filmben, nem tudom, világosan. Oké, már nem a szellemi képességeimre, hanem hogy én értelmesen mondtam el. Tehát, hogy volt még színésznek itt is, ma már bevisz a stúdióba, megkapod a szöveget, és csináljuk. Egy jó szinkron rendező ilyenkor elkezd azért magyarázni, és röviden összefoglalja, elmondja, hogy miről szól a film. A filmen belül a te karaktered az mit képvisel, a jó vagy a rossz oldalon van, de ha rossz oldalon is van, amikor először az első jelenetben megjelenik, akkor te még ne jelsz el, hogy te nagyon gonosz vagy. Mert még nem tudjuk, még ott az első jelenetben te még egy pozitív figurának tűnsz, majd a film végére fog kiderülni, hogy az nem pozitív. Tehát szükséged van, tehát igényelt, hogy az elmondani lesz. Jaj.
Nem akarok nagy képűsködni. Elég régóta csinálom, meg elég jól látok a pályán a szinkronban. Tehát kellenek rövid, határozott mondatok, azt amikor látok, de utána már túlmagyarázni nekem nem kell. Általában én azért úgy látom, hogy miről van szó. Elolvasom a szöveget, látom a képet, és akkor azért nagyjából kiadja, hogy miről is lesz szó. Elmondtál mindent. Nem tudok mit hozzászólni. Szeret. Vissza is adom. Jó, majd ezt akarja. Örülök, hogy említetted a régi tőket, de hogy ahhoz képest a mostani, mert ugye tudjuk jól, hogy például itt a Disney kapcsán, ugye azt is említetted, hogy ki van takarva, már csak a száján látszik, ez mennyire zavaró, tehát hogy tényleg csak egy száján látható? Teljes mértékben, plusz én azt is hallottam, hogy a legújabb Star Wars filmeknél, ugye már a Disney-s Star Wars-oknál ott már konkrétan kép nélkül dolgoznak. Ami érthetetlen, tehát hogy tudsz szinkronizálni kép nélkül, nem látod a mimikáját, hülyeség. Mi láttad az Andornál? Igen, de tehát, hogy mondjam, a sorozatokat egy alacsonyabb kategóriának kezelik. Tehát nem úgy állnak hozzá, mint egy mozifilm. Ez nyilván itt is azért sok meló van ezekben a dolgokban, de még mondjuk egy Star Wars mozifilmre van másfél-két hét, erre a sorozatra van mondjuk 3-4 nap. Tehát valahogy így jellemezném ezt a dolgot. Mi lenne az ideális? Tehát, hogy említette József, hogy volt 3 hét, fölkészülés, megbeszélés, meg is tudták nézni, és a többi. Ehhez képest, tehát ez a két végletnek érzem. Ez szerintem műtől is függ, illetve stábtól is, meg éppen az adott színészektől. Mindenki máshogy működik. Minden rendező szerintem egy pszichológus, mert minden alkalommal jön egy újabb színész az újabb hülyeségével, meg kell tanulni azokat kezelni. És most azt mondom, tényleg, ha egy olyan stábbal van dolgod, akik képbe vannak a dologgal, tisztában vannak a popkultúrával, vagy éppen a Star Wars világával, azokat lehet, hogy nem kell sokat magyarázni. Míg jön egy olyan ember, akinek abszolút fogalma sincs, annak lehet, hogy jól lenne egy teljes leírás, hogy figyelj, hogy az elmúlt 30 évben ezek történtek, és majd ezek lesznek a jövőben, plusz voltak ilyen spin-offok, ebből ez az utalás erre jön. Igen, ez tényleg embertől függ, úgyhogy... Neked a bookendet például már nem kell magyarázni, hogy működik, meg miről szól. Szerencsére nagyon sok figurám volt, úgyhogy ez nem probléma. Mondjuk azt elmagyarázhatnák, hogy most ez az univerzum, az az univerzum. Azokkal nem vagyok teljesen tisztában, tudom, van amelyikben a Gwen hal meg, van ahol ez lesz, valahol Gwen lesz, a Spider-Girl. Ugye múltkori 3 nem kavart össze? Nem, ez még teljesen követhető volt, de például van olyan ismerősöm, aki nagy képregény rajongó, és akkor elkezdi magyarázni a különböző világokat. Figyelj, nekem volt ejtőernyős pókemberem, vízi pókemberem, meg sima pókemberem, és akkor így ütögettem a figurákat, meg annak idején egy-egy képregényt megvettem, de azért ennyire nem vagyok képben a dolgokkal. Például ami itt van rajongás, az mennyire áll hozzá? Mármint. Tehát, hogy nem a Star Wars rajongás, hanem hogy ez a fajta intenzitás. Meg van ez, egy ilyen rajongásod? Meg volt ez, persze. Ez főleg kisebb koromban, amikor sokkal több idő volt, akkor nem tudtam ezekkel foglalkozni, de az inkább az animék felé ment. Meg még a mai napig talán a Pokémon az stabil. Igen. Micsoda? Igen, ahhoz élvezett a mai napig, igen. Tehát mindig ezért tart hülyének a barátném, hogy még a mai napig tudom az első 150-et németül is, nem csak angolul, valami. Úgy érzem, hogy ez már a mi szintünk számosrajongóként, tehát hogy szerintem itt is van olyan, aki föl tudja sorolni. Persze, én akkor mindig azt mondja rám, hogy autista különnek kérdeznek. Igen, tudom. József, említetted, hogy a Star Wars kimaradt neked, de hogyha a Star Wars kimaradt, akkor mi az, ami nem? Tehát a rajongásoddal kapcsolatban kérdezem, amihez így igazán. Én nem vagyok ilyen nagy rajongós, tehát én vannak, amiket úgy szeretek, de én azt nem tudom, miből lehet válogatni. Jó, mi van én? Ugye, Star Wars, akkor ott a Pokémon-ben no, most a Marvel kicsit, hogy azt mondod, hogy a Marvel az most csak azért, mert ő ilyen nagy Marvel rajongó, és akkor a anyu meg a nővére nincs otthon, akkor a fiúk sutyomban házi pattogatott kukoricával Marveleznek otthon.
Tehát akkor így most képen vagyok. Otthon van Disney Plus-ok. Van. Van Disney Plus. Igen, és közben örömmel hallottam a Pokémonnal, az is kimaradt. Tehát az egy ilyen előtte van az a figura, de az. Ebben több rációt látok. A Star Wars az inkább sajnálom, hogy kimaradt, mint a Pokémon. Én csak a játékokért rajongok, tehát az animét nem szerettem, csak a videójátékok miatt érdekel, ami gyermekének. Jó, hát én annyira egy vén úgy vagyok, hogy a tudom ezért, a becsülöm a kortárs zenét, de én ilyen melódia centrikus vagyok. Tehát a filmekben is egyébként az anime azért ideges, mert van, hogy nem találok melódiát. Jobban szeretem, ha már az én lássam, hogy valami ott azért úgy van, amiben tudok kapaszkodni. Hogy az most kicsit ilyen fantasy, vagy sci-fi, vagy krimi, vagy ilyen, engem a műfaj már nem zavar, csak hogy legyen valami megfogható, valami, amit én értelemmel tudok követni. Meg hogyha jókat játszanak benne, azokat szeretem már. Azt hiszem, hogy lejárt az időnk. Van-e valakinek esetleg a... Miért láttad a leleteimet? Vagy nem lehet az ütelepet? Úgy érzem, hogy az én időm jár. Hogy esetleg a közösség közül van-e valakinek kérdése? Tűncikém, gyere ide! Gyere, mutasd meg magad! Oh my god! Segítek neked! Olyan kérdésem valami Miss Úrhoz, hogy hangos könyvennek gondolkodok, mert imádom a hangját. Na most ez egy olyan dolog, hogy a szerepet osztják és nem kapják. Tehát én hangos filmben nagyon vagy a hangos könyvben nagyon boldog lennék, egy kicsit ez egy fájó ponton és a hűságomat kicsit sérbántja, hogy de nem. Gondolom, hogy csináltam három hangos könyvet, de nem volt benne folytatását. Hát volt egy Valhés Benni naplója, aztán volt egy Lázár Ervin mese, tehát Lázár Ervin meséket mondtam, Palacsintás királyt mondtam. Igazán... Jó. Nagyon szép. Köszönjük a sötét nagy úrnőnek. Van-e valaki még? Akár így bekiabálással is nyugodtan, nem kell, de jó, csak tűzikem. Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy a híres Dumb és Dumber-hez a szinkron volt már, hogy improvizáció, a szinkronban. Ja, hát tulajdonképpen, ha ő sem beszél mikrofonban, én sem fogom. Engedő pályát egyenlő esélyt. Itt szerintem csak előbb is kérdezni, hogy biztos, amikor azt hallom, hogy akkor nekem az annyival egy fájó pont, hogy már nincs közöttünk a Péter, akivel csináltam, Aszlander, és ő egy nagyszerű kollega volt, színészként is, emberként is nagyon szerettem. De hát kevés igazából az ilyen esetekben őkünkről megint csak az, hogy mi a magyar változat. Tehát, hogy mondjam, mi hozzáadtuk a mi saját személyiségünket, de igazából ők improvizáltak, ha improvizáltak, azt kellett nekünk letölteni. Annyi improvizáció volt, azt hiszem, hogy a stáblisták úgy találta ki a dramaturg, aki fordította a filmet, hogy ő ránk írta kvázi, vagy úgy találta, abba voltak a ötözések. Értem. Köszönöm szépen! Kérem! Köszönjük szépen! Én azt hiszem, hogy a nagy úr egy kicsit türelmetlen, úgyhogy át is adnám neki a szót, nagy tisztelettel. Köszönjük szépen! Emeljenek szóval!